Bőrjátékot adtak elő a Naki óvodások a megújult épület udvarán. A Magyar Falu program pályázatán elnyert 5 millió forintból új kültéri játékokat szereztek be, és közel 19 millió forintnyi topforrásból új tetőt és hőszigetelést is kapott az óvoda. A Tolna megye határán elhelyezkedő Nakon jelenleg alig több mint 500-an élnek, több mint 200 fővel kevesebben, mint 20 évvel ezelőtt. Időközben sikerült megállítani a lakosság csökkenést. Minden egyes forintnak, ami ide gurul a településében, nagyon-nagyon tudunk örülni. A megye szélén vagyunk, egy olyan településen, ahol az emberek többsége mezőgazdaságból él. A mezőgazdaság ugye nem túl sok embernek tud megélhetést biztosítani, ezért egy nagyon nagy mértékben elnéptelenedő faluvá váltunk. A Néptánc Egyesület műsorában indult a Kapospulai Kultúrház ünnepélyes átadója. Mintegy 96 millió forintnyi topforrásból újították fel az épületet, aminek a tetejére napelemek kerültek. A település vezetése azt mondja, szükség volt a régi lerobbant épület energetikai felújítására. Ez egy ódon épület, igazából ez 1915-ben lett átadva, ez 1950 óta kultúrház, és ugye nagyon sok generáció töltötte el itt a fiatalságát jól igazából, és most is nagyon nagy élet van bent, és bízok benne, hogy most ez újból megújul. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, több milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a térségben a különböző programokból. Csak topos fejlesztésekből 8,5 milliárd forint jutott erre a választókerületre, illetve a Magyar Falu programban közel 2,5 milliárd, ezen kívül pedig számtalan más egyéb forrásból nyertek el a települések, illetve vállalkozók pályázati forrásokat. A top források elosztásáért felelős Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, az a célja a terület és településfejlesztési operatív programnak, hogy mindenki találja meg a számításait a kisebb falvakban, városokban is, és minél kevesebben vándoroljanak el onnan. Most megjelent már a top 2-nek a vázlata, és megjelent az az összeg, amely emögé állította a magyar kormányzat, és úgy néz ki, hogy Tolna megyébe a top 1 27,5 milliárdjához képest most 46-48 milliárd forint néz ki ennek a megyének ebben a forráskeretben. A Tolna megyei közgyűlés feladata lesz a 46 milliárd forint elosztása a települések között.